A fény egyenes vonalú terjedése Az optikai lámpa útjába egy öt résből álló kis eszközt teszek, így öt párhuzamos fénynyalábot kapunk. A papíron jól látható, hogy egyenes vonalban terjed a fény. Ha a fény útjába valamilyen optikai eszközt teszünk, például egy gyűjtőlencsét, az összegyűjti a fénysugarakat, a fény útja megváltozik, amikor a lencsém megy keresztül, de a lencse után újra egyenes vonalban terjed tovább. Ha gyűjtő lencse helyett egy szórólencsét használunk, a szórólencse a fénysugarakat széttartóvá teszi. Használhatunk még például prizmát, amely a fénysugarak útját megváltoztatja, de a prizma után is párhuzamosan haladnak tovább és egyenes vonalban.